veletek. Felföldi László a pécsi egyházmegye püspöket celebrálta azt a katolikus szentmisét Felsőnyéken, amelynek keretében újra szentelték a külsőleg felújított Szent Lajos király templomot. Nagyon sok templom várja, vagy folyamatában van a megújulás. Természetesen ehhez rendkívül fontos az állami támogatás, és az egyháznak saját lehetősége nincs, saját kerete minimális, de mindenütt azt tapasztalom, mint ahogy itt is, hogy a hívek, a falu, az önkormányzat a maga lehetőségeivel támogatja, erősíti, és így egyre több templomot meg tudunk újítani. A temető mellett álló 15. századi falakra épült templom felújítására a Magyar Falu programban elnyert támogatásból került sor. Az 55 millió forintot megközelítő összegből kicserélték a tetőt, a fedélszéket, felújították a külső homlokzatot és az épület vízelvezető rendszerét is.